Második szezonját zárt a Marsó Teniszcentrum, amely 2017 végén vette át a Nyíregyházi klub üzemeltetését. Tavaly vidékbajnokságot rendeztek, ezen a nyáron pedig az országos korosztályos bajnokságnak adott otthont két héten keresztül a Sóstói úti létesítmény. Emellett rendeztek egy közel 500 000 forint özdíjazású felnőtt versenyt is. Jelenleg 25 igazolt versenyzője van a klubnak, közülük többen 10 év alattiak. A szabadtéri szezonban az eredményekre sem lehetett panaszuk a vezetőknek. A utánpótlás nevelésben igazából mi a fejlődést tartjuk a legfontosabbnak. Nagy örömömre szolgál, hogy bizony a játékosok teljesítményén ez látszik, hogy ez a fejlődés ez megvalósult. Az a szakmai munka az ebben az évben is beérett, amely elvégzésre került. A legeredményesebb versenyünk a korosztályos vidékbajnokság volt, ahol vidékbajnoki cím mellett több dobogót is magukénak tudhatnak a versenyzőink. Azért hagy emeljem ki a két egyéni dobogósunkat, Závadszky Milán a 12-es korosztályban vidékbajnoki címet szerzett, Varga Viktória pedig óriási csatában szerezte meg az ezüstérmet. A országos bajnokságon, amelyet ugye mi rendeztünk és hazai környezetben tartottunk, szintén képességeiknek és tudásuknak megfelelően helyt álltak versenyzőink, és itt is egy bronzérmet azért sikerült elcsípnünk. A következő évben is számos verseny kínál majd játék lehetőséget a fiatalok számára Nyíregyházán, ahol egy nemzetközi torna rendezése és a tervek között szerepel. Ilyen volumenű versenyekre az elkövetkezendő évben, amelyet gondolok itt utánpótlás szintekre, a jövő évben nem rendezhetünk, egyszerűen azért, mert a szövetség területi elosztása folytán Nyíregyháza kiesik ennek a rendezéséből. Ettől függetlenül természetesen nagyon sok egyéb kategóriájú, főleg első kategóriás versenyeket tervezünk rendezni utánpótlásban. Szeretnénk mindenképpen hasonlóan az idei évhez komoly, rangos, pénzdíjas felnőtt versenyt rendezni, és ha minden jól megy, akkor egy nemzetközi versenyt is megpróbálunk megpályázni. Becser Zoltán elmondta, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan folytatják az infrastruktúrális fejlesztéseket is. Szeretnék, ha a pályák környezete, valamint a kiszolgáló létesítmények is megfelelnének a 21. század elvárásainak.